Délvidék titkai, mit ér az ember, ha magyar, címmel jelent meg G. Nagy Lilla Imola első kötete, amelyet most Püspökladányban is bemutatott. Az eseménynek a Dorogi Máton Művelődési Központ tagintézmény aulája adott otthont, mely minden korosztályból sok érdeklődőt vonzott. A bemutató megszervezésének előzményeiről Tányér József, a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ könyvtár, múzeum, intézményvezetője számolt be televíziónknak. Sajnán jött ez ötlet, ugye régóta ismerem az édesapját, édesanyját. A családod G. Nagy Ilián volt már vendégünk a Költészet, ami versmaratonunkon. Láttam tőle ugye a Csaba Királyfit és a Bocskai műsor, történelmi színdarab kapcsán felvettük a kapcsolatot újra a szülőkkel, és ugye értesültem én is róla, hogy megjelent Lilának ez a könyve. Aztán ugye a mai es moderátor, a Kovács Zsolt, szintén egy hullámosszon voltunk, ő is készített egy interjút, és így vettük fel aztán közösen, Veladány televízióba érkezett Imola egy kis hát életútja, írói munkásságáról szintén készítettünk egy riportfilmet, és gondoltam, hogy ne csak a riportfilm legyen, egészüljön ki ez már egy könyvbemutatóval, hiszen tényleg így december advent közelettén úgy gondolom, hogy megvan a mondandója, üzenete ennek a könyvnek, és így jött az ötlet, hogy ide a Művelődési Központ aulájába intézményünk főként a könyvre szervezzen egy könyvbemutatót. G. Nagy Lilla Imola már több városban is bemutatta könyvét, de a mai igazán különleges számára, hiszen most szülővárosában is meg tudja osztani történetét, tapasztalatait. Nagyon izgatott vagyok, mert igazából ez már a 16. bemutató, azt hiszem fél év alatt, úgyhogy már egy kis rutinom van benne, de mégis azért a szülővárosomban nem mindegy, hogy sikerül. Hát Kovács Zsolttal fogok ismét beszélgetni, és hát nagyon szeretném elmesélni a történetet, ami miatt megírtam a könyvem, ami Bosánszky Ferenc életéről szól, úgyhogy ezt szeretném a kérdéseken kívül megosztani a hallgatósággal. Az eddigi könyvbemutatók sikeresek voltak, nagy érdeklődés övezte őket. Nemrégiben pedig a Magyar Országházban is beszélhetett a kötetéről. Hál' Istennek ahhoz képest, amit így hallottam, hogy mostanában a könyvbemutatók irán nem nagyon érdeklődnek, eddig mindegyik bemutató tehát házas volt, nagyon érdeklődés volt, sok fiatal is jött, hát főleg a Délvidéken voltak bemutatóim, de volt itt a legutolsó Szegeden volt, és nagyon jól sikerült, úgyhogy most pedig egy pár hete volt a parlamentben könyvbemutatóm, és hát ez nagyon, nagyon meghatott, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy első kötetes szerzőként egyáltalán lehetőséget kaptam, hogy a Magyarországházban bemutathassam a könyvemet. Az idén júniusban megjelent kötet 3 fő részből és 21 fejezetből áll. Az első része a könyvemnek az én életutamról szól, és ez azért volt nagyon fontos számomra, mert rengetegen mennek el, ugyanúgy, mint innen, onnan talán még többen, és hát én modellkedtem külföldön több mint 10 évig, és úgy érzem, hogy nem nagyon őszintén mondják el, akik hazajönnek külföldről, hogy milyen is ez az élet, és mindenki csak nagyon az anyagi szinten közelíti meg ezt az egész témát, és hát szerettem volna elmesélni az én tapasztalataimat. A második rész az a Délvidék történelméről szól, és ezt azért tartottam fontosnak, mert nem igazán tanulnak ott magyar történelmet a fiatalok, és a családban nem nagyon beszélgetnek arról, hogy ott mi történt, és mikor én édesapámtól sokat hallottam a hajdukról, és jobban megismerve őket, sok mindent magamban megértettem, hogy miért vagyok olyan, amilyen, és szerintem nagyon fontos az, hogy az ember ismerje azt, hogy mi történt a családjába, mert főleg, hogyha 40-50 évvel ezelőtt történtek dolgok, az még azért feldolgozatlanul benne lehet a lelkekbe, és én éreztem Délvidéken a fiatalokon, hogy kicsit mások, mint az itteni emberek, és hát a harmadik rész az pedig a magyarságról szól, és ez pedig azért szerettem volna beletenni, mert én úgy érzem, hogy nem mindegy, hogy mennek el, hogy el is mennek a fiatalok külföldre, hogy milyen tartással, milyen lelkivilággal, és szerintem a magyarságunkban lévő kincsek, a zenénkben, a nyelvünkben, az írásunkban és a hagyományunkban lévő kincsek egy olyan tartást adhatnának a fiataloknak, ami,
amivel máshogy járnának a világban, és talán haza is hozná őket egyszer. Az írónő jelenleg Topolyán él, ahová hosszú út vezetett, hiszen évekig modellkedett, aminek köszönhetően bejárta a fél világot, és több külföldi nagyvárosban is élt. Erről az időszakról szerzett tapasztalatait is megosztotta a jelenlévő hallgatottsággal, beszélgető partnere Kovács Zsolt újságíró segítségével. Mondtad, hogy Püspökladányba rendszeresen jöttök haza, viszont egy időben elég keveset jöttél, mert hogy másfelé vezetett az utat. Annyit tudni kell, hogy általános iskola, középiskola, egyetemi felvételi, majd egy nagy lélegzetvétel, és Olaszországban találtad magad. Mikor volt ez? Hogy történt? Hát 18 éves voltam, nagyon fiatal, amikor elköltöztem Milánóba. Hát édesapám azt mondta, hogy hát lányom, ha te modellkedni elmész, akkor ebbe a házba többet be nem teszed a lábadat. Úgyhogy hát gondoltam, hogy nem így lesz, de voltak azért nagy harcok otthon, és hát 12 évig maradtam végig, nem így terveztem, és hát az egyetemi évekre hazajártam, de végül egyre több volt a munka, egyre többet voltam kint, kevesebbet jártam haza, és aztán úgy hirtelen elröpült ez a 10 év, és hát kicsit talán túl sok is. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Eszenyi Imre, aranykoszorús népdalénekes, akinek előadásában a Délvidék himnuszának is számító Kék ne felejts című dalt hallgathatták meg a jelenlévők. Ezután arra a kérdésre is választ kaptunk, hogy mi ösztönözte Lillát, hogy megírja a Délvidék titkai című könyvét. Édesapa nagyon sokat mesélt nekem a Délvidéken 44-45-ben történt eseményekről, hogy ugye ott 500 ezer magyar csatoltak el, és ebből 50 ezer magyart meggyilkoltak, ártatlan civil embereket, akik nem voltak katonák sem. És hát ez úgy történt, hogy ugye bementek éjszaka közepén a házaikba, és a férfiakat lelövöldözték, a nőket pedig elvitték táborokba a gyermekeikkel együtt, és a mai napig még nem kapták vissza a házaikat. És hát ezt így valahogy én hallottam otthon, de nem értettem meg, hogy ez ugye mit is jelent, és úgy érzem, hogy az iskolában is, ahogy tanuljuk, ezt nem fogja fel az ember, és hát ez nagyon ritka, hogy én külföldről, nem hogy Magyarországra, hanem hogy határon túlra költöztem, nem sok ilyennel találkoztam ott, és hát így talán külső szemmel jobban megláttam, hogy mi az ott, ami más, és hát nagyon megdöbbentett engem ez az egész, és sokat gondolkoztam 5-6 évig, amíg jártam oda, hogy mi miatt lehet ez, és egyszer egy családi ebéden kaptam a kezembe egy kis füzetet, és nekem ez a füzet megváltoztatta az egész életemet, és én azért írtam meg ezt a könyvet, mert nagyon szeretném, ha a magyarság, a Kárpát-medencei magyarság megismerné Bosánszky Ferencnek a történetét, és ő Alfrednak, a páromnak a dédnagypapája volt, és 1907-ben született, és 52-ben elvitték a feleségével együtt az újvidéki börtönbe ártatlanul. Otthon hagyta a gyermekeit, és két lánygyermekét, és a fiú gyermekével utána őt tovább vitték egy adriai táborba, ami Jugoszláviának az egyik legrettegetebb kínzótábora volt, és ő 7 évet töltött ott, és ezelőtt az újvidéki börtönből leveleket írt a családjának, amit sikerült kicsempészni szennyes ruhák között. A Délvidék titkai című kötet minden korosztálynak kiváló olvasnivalót jelent, a sok megdöbbentő és elgondolkodtató történet rengeteg tanulsággal bír. A beszélgetés végén a jelenlévőknek alkalmuk nyílt Lillával beszélgetni, könyvet dedikáltatni, így még személyesebbre sikeredett az este.